Ebből a könyvből az érdeklődők megismerhetik, mi zajlik az országgyűlés kulisszái mögött. A Haza szolgálatában című kötet Hoppál Péter, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának alelnöke, pécsi országgyűlési képviselő parlamenti felszólalásait és több száz fényképet tartalmaz 2009-től 2021-ig pályafutásáról. Ez azt gondoltam, hogy annyira színes volt ez a 12 esztendő, bő 12, hiszen volt egy 13. év is, egy nulladik év, amikor még listáról kerültem be az országgyűlésbe 2009 márciusában, tehát egy év ellenzéki munkám is benne van ebben a kötetben. Benne van egy olyan 4 év, amikor egy alkotmányozó korszakban voltunk, illetve én az országos Fidesz szóvivőként sok megszólást tehettem a parlamentben. Aztán jött a 2014-18 közötti időszak, amikor addig én interpelláltam minisztereket vagy államtitkárokat, és akkor jött az a korszak, amikor engem interpelláltak, és a miniszteri bársonyszékből kellett expozékat tenni, vagy pedig reagálni a különböző kérdésekre, illetve interpellációkra. És aztán jött az utolsó 4 év, amikor teljesen a körzet volt a fókuszban, és Pécs, Komló és térsége fejlesztéseiért, illetve azokat a törvényjavaslatokért tudtam sikra szállni, amelyek az itt élő emberek mindennapjait nagy mértékben befolyásolják. A kötet az első országgyűlésben való megszólalástól, az úgynevezett szűzbeszédtől indul, ami az eskütétel utáni első beszéde volt a politikusnak. Ez pedig éppen a gyermekvédelmi törvénynek a vezérszónoki felszólalása volt 2009 áprilisában. Most pedig elérkeztünk oda, hogy a újonnan módosított gyermekvédelmi törvényt ugye támadja Európa és a baloldali világ, és most erről véleményt fogunk formálni mi magyarok a népszavazás alkalmával, ami egyidejűleg lesz majd az országgyűlési választásokkal. Tehát ez is érdekes, tehát a keretbe foglalta ez a több dolog is azt, hogy lezárt egésznek tekintsük ezt a hosszú korszakot, és ez az a 174 beszéd, ez az a hosszúság, ami egy könyv vastagságában még elviselhető. Ha úgy alakul, hogy folytatásra lehetőséget kapok majd a választópolgároktól, akkor majd a következő 4 évnek a tervezett beszéd tartalma és mennyisége az már olyan vastaggá tenni ezt a kötetet, hogy már nehezen férhetne bele egyetlen kötetbe az összes parlamenti beszédem. Ez most érett meg, és most vált kerekké, és ezért döntöttünk úgy, hogy ezt most kell megcsinálni, ezt a könyvet. A könyv egynegyede 300 oldalnyi szöveg után 100 oldalnyi fényképet tartalmaz. Ez a fotóalbum az elmúlt 12 évet mutatja be. Ezek a fotók igencsak beszédesek. Fejezetek be van szedve. Van az előzmény, amikor felkészültem a parlamenti képviselői feladatkörre néhány fotó erejéig. Aztán van az eskütételről egy rövid kis fejezet, és utána 2010-14, utána 14-18 és a 18-22, illetve a politikán kívüli találkozásoknak szenteltünk egy fotósorozatot, hiszen rengeteg csodálatos emberrel voltak teendők, munkamegbeszélések, cifandi esték és más találkozások. Ebben is van egy sorozat, illetve a külügyi vonatkozású tevékenységeimből fakadó fotók, mert hogy felszólaltam az Európai Parlamentben, amikor Magyarország elnökölte az Európai Uniót, felszólaltam adott esetben az Európa Tanácsban, vagy jártam az ENSZ-ben, New Yorkban, jártam Ausztráliában, magyarországi követeként a magyar parlamentnek, az izraeli parlamentben. Tehát, hogy számos olyan külügyi vonatkozás is van azért egy képviselői munkában, főleg azért egy kulturális államtitkári vagy államminiszteri, hiszen az ország határain kívül már, mint kulturális miniszter kellett, hogy helytálljak, hiszen ugye ez egy csúcsminisztérium keretében, az EMMI az egy ilyen gyűjtőminisztérium, ahol önálló tárcák élén nálunk a magyar struktúrában államtitkárok állnak, de Minister of State, államminiszter, kultúrás államminiszterként zajlottak ezek a tárgyalások. Az alkotás szerzőivel a bemutató alkalmával Ókovás Szilveszter, az Operaház igazgatója beszélgetett. A rendezvénynek Pécsen a Kodály Központ adott otthont. Az esemény a pécsi polgári közösség szervezésében valósult meg.